A magyar tőzsde közel van. A parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólítsd őket. Légy szinkronban befektetéseiddel. Színes, széles vásznú magyarul beszélő tőzsdeblokk a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT. Keresd a hazait, keresd a hazaival. A vonalban pedig itt van velünk az ING Bank Senior Treasury üzletkötője, Kolban Miklós. Szevasz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! És ahogy szoktuk veled, a jó öreg forintunkat fogjuk kitárgyalni. Mi történik, miért gyengül, meddig gyengül, mi a helyzet a forinttal? Alapvetően, hogyha az összképet nézzük, akkor továbbra is viszonylag csendesek a viszonyok a forintpiacon. Ugye most kezdenek majd visszatérni a elsősorban ugye a passzát szelet bújó londoni befektetők majd a piacra. Általában a szeptember közepén indul a program, ők addig szeretnek azért még egy kicsit ilyen meghosszított nyaralást csinálni, úgyhogy én arra számítok, hogy esetleg jövő hétről már egy picit nagyobb aktivitás lehet. Hát, hogy miért gyengültünk? Ugye megnéztük az alját a 301.50-302-es szinten, ahol ugye jött egy üzenet a Magyar Nemzeti Banktól, miszerint nem riadnak meg, és nem félnek esetleg újabb nem konvencionális eszközöket használni a tekintetben, hogy a forint ne tudjon tovább erősödni. Gyakorlatilag azért azóta is az elhangzott kommentárok nagyjából azt sugallják, hogy igen, a Nemzeti Bank nem nagyon szeretné, hogyha a forint hosszabb távon, ugye ezen a 300, nagyon 300 közeli szinten lenne, úgyhogy próbálják azért finoman egy kicsit ezt a ugye verbális intervenciónak hívjuk ezt, bár inkább ezek inkább csak ilyen jelzésértékű kommentárok, ezzel próbálják gyengítgetni egy kicsit a piacot, terelgetni, hogy inkább a 310 közelében menjünk. Ugye el is indult a forint, nyilván itt voltak azért de stop loss megbízások, akik azért azt gondolták, hogy majd most vagy soha, ugye amikor az erősebbik oldalán voltunk ennek a kereskedési sávnak, hogy majd esetleg akkor a piac megnézi a 300-at, egy picit alá mehet és majd ott lehet venni, ugye erre sokan azért eladtak, ugye ezeket a pozíciókat be kellett zárni, tehát ugye jöttünk szépen fölfelé. Úgyhogy nagyjából ez az oka annak, hogy ugye most 308-ig felkúszott a forint. Itt azért az látszik, hogy van egy kis megálló, hiszen amikor ugye föntről jöttünk lefelé, akkor pont ez a 308 volt ugye az alja a piacnak. Ez volt az a szint, amit egyrészt ugye technikailag, másrészt pedig ugye pszichológiailag is tartotta a forintot. Ez volt az, amit áttörve azért egy picit lendületesebben tudtunk erősödni. Úgyhogy itt most van egy kis megtorpanás, és ugye jövő hét kedden lesz nemzeti bankos kamatdöntő ülés. A piac most arra van berendezkedve, hogy ezen az ülésen, illetve az ülés után lesz valamilyen, esetleg lehet valamilyen intézkedés, illetve olyan kommentárok jönnek ki, amik tovább erősítik azt a, hát ha nem is ökölszabály, de azt a feltevést, hogy a forintnak egy picit gyengébbnek kellene lennie, mint mondjuk a 305-ös szint, tehát ugye közel a 310-hez. Oké, mi az, ami befolyásolja, ez tudom, nehéz kérdés, meg a 1 millió forintos, de ehhez képest, a szenárióhoz képest, amit kifejtettél itt, milyen tényezők játszhatnak még? Valami unortodox bejelentés, valami szóbeli vezérlés a jegybank részéről, hát, valami? Hát ezek ugye akár ugye most, ahogy látszik, ugye az overnight betét már ugye mínusz 0,05%-on van, ezt akár lehet csökkenteni. Tegnap is a három hónapos diszkonszkintárér aukció, ugye az is mínuszosba ment el. Tehát azért még itt még ugye van rá lehetőség, hogy egy picit ugye ezekkel akár a buborhoz is hozzá lehet nyúlni, egy ilyen szóbeszédek is vannak a piacon. Tehát vannak még azért olyan eszközök, amikkel egy picit úgymond ezt a kamatcsatornát lehet lejjebb vinni, lehet egy picit úgymond ez a vágok is, meg nem is intézkedésekkel, ugye ezek az unortodox, vagy nem konvencionális eszközök, amikkel ugye lehet még egy picit azért a kamatszintet lejjebb vinni,
és ugye ez lehet az, ami ez most ilyen buta szófordulat lesz, megerősíti a forintot a gyengeségében. Tehát ugye, hogy neki inkább ezen a 308 vagy a fölötti szinteken, vagy 307 körülbelül az lehet az igazi cél, tehát hogy annál lejjebb ne, de fönntarthatja a forintot. Ugye ez az egyik, hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz kedden, tehát ugye ez most egy még inkább várt nap lesz a forint életében, mert valószínűleg lesznek majd mozgolódások. Jó, figyeljük a keddet, köszönjük szépen akkor, és jó munkát nektek, jó kereskedést! Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek! Szevasz! Kolba Miklóssal beszélgettünk, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével. Használd ki a hazai piac adta lehetőségeket. Kereskedj itthoni blue chipekkel, vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT, mert semmi sem jobb, mint a hazai.